A Fidesz Európai Néppárti, EPP, tagságának felfüggesztését javasolta a Német Keresztény Demokrata Unió, CDU, elnöke egy szerdai nyilatkozatában, Jeanz Laude Juncker, az Európai Bizottság EPP-s elnöke pedig ugyancsak szerdán megerősítette álláspontját, miszerint meg kell szüntetni a Fidesz tagságát az Európai Unió jobb-közép erőit összefogó párcsaládban. Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke német hírportálokon idézett nyilatkozatában kiemelte, amíg a Fidesz nem állítja helyre teljes mértékben a bizalmat, nem maradhat meg a rendes, teljes jogú tagság. Ezért, járható út, lenne Manfred Weber, az EPP Európai Parlamenti, EP, frakció vezetője és EP választási csúcsjelöltjének azon javaslata, hogy az alapokmánynak megfelelően függesszék fel a Fidesz tagságát az EPP-ben, tette hozzá. Annegret Kramp-Karrenbauer kiemelte, hogy a Fidesz megtette az első, elismerésre méltó lépéseket, amelyek azt mutatják, hogy érdemes fenntartani a párbeszédet a párttal. Azonban ezek a lépések nem elégségesek ahhoz, hogy teljes mértékben eloszlassák a bennem is meglévő kétségeket azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz osztja-e az EPP felfogását a közös értékekről, és hogy lehetséges-e a bizalmon alapuló együttműködés a jövőben. Jeanz Laude Juncker a Deutschlandfunk németországos közszolgálati rádiónak elmondta, hogy a Fidesz eltávolodott a kereszténydemokrata alapértékektől, ezért már 2 éve javasolja, hogy zárják ki az EPP-ből. Az EPP politikai közgyűlése szerdai brüsszeli ülésén tárgyal a Fidesz kizárására irányuló indítványokról. Az elnökség a párcsalád alapokmánya 9. pontja értelmében javaslatot tehet a Fidesz kizárására vagy tagságának felfüggesztésére.